Azt szeretném kérdezni, mivel Tokajba, ahonnan én jövök, nagyon sok félős ember van. Félnek, hogyha mi leszünk hatalmon, akkor migráns országa leszünk. Kérem szépen erre a választ. Sajnos Magyarország egy olyan hely, ahonnan a menekültek is menekülnek. És a Fidesz mindent megtesz azért, hogy elhitesse velünk azt, hogy veszélyben van ez az ország, de valójában erre a kormányra csak a kormány, erre az országra csak maga a kormány jelent veszélyt. Azt szeretném mondani mindenkinek, hogy Magyarországnak a kivándorlása problémája, nem a bevándorlás, és mi ugyanúgy nem szeretnénk Magyarországra senki betelepíteni, mint ahogy ezt a Fidesz is mondja. Nem akarjuk a kerítést lebontani, a kormányt akarjuk lebontani, a kormányrendszerét akarjuk lebontani. Úgyhogy azok, akik félnek, azok azért félnek, mert a Fidesz félelemmel akar őket tartani. Mert amíg az emberek félnek, addig nem nézik meg, hogy mennyi a nyugdíjuk, hogy milyen az egészség, hogy milyen az oktatás. Azért próbálják őket megfélemlíteni, hogy ne a valódi problémákkal foglalkozzanak. Azokat ugyanis nem tudják megoldani. Amíg mi félünk a menekültektől, addig ők tönkreteszik az országot és ellopják a pénzünket. Úgyhogy nem kell félni a Fidesznek kell. Köszönöm szépen!